Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog 19. része, amiben folytatjuk a passzív optikai hálózatokat felölelő sorozatunkat. Ezúttal ismertetjük a Zixel G-Pon fejjelomás berendezéseket. A G-Pon szabvány a korábbi videónkban bemutatott elvek alapján egy busztopológiára épülő protokoll, ahol az előfizetők egy közös optikai szegmensen osztoznak. A G-Pon aszimmetrikus sávszélesség elosztást valósít meg, mely letöltési sebességben 2,4 gigabitet, feltöltésben pedig 1,2 gigabit per szekundumot jelent. Ezen a kapacitáson osztoznak a felcsatlakozott előfizetők, akiknek a száma szegmensenként maximum 128 lehet. A kommunikáció a következő formában zajlik. A központi eszköz elküldi a letöltésre váró adatot a kliensek felé, mely minden végberendezéshez eljut, azonban a szigorú titkosítás gondoskodik arról, hogy mindenki csak a neki szánt adatot kapja meg, a többi előfizető nem tudja értelmezni a nem neki szánt csomagokat. A feltöltéshez minden végberendezés a megadott időpillanatban a megadott ideig adhat az optikai szálba, mely időzítést a központi egység koordinálja, ezt nevezzük időosztásnak. Most pedig nézzük meg, hogy miből épül fel egy G-Pon hálózat. A hálózat központja az OLT. Az OLT szabványos 10 gigabites interfészekkel csatlakozik a gerinc hálózathoz, és az előfizetők felé G-Pon portjából indul el az optikai szál, amely a korábbi tervezési fázisban meghatározott nyomvonalon halad a megfelelő osztások használatával. Az előfizető házában az optikai szál végére kerül az ONU, amelyből sokféle kivitel létezik. Ezekről a következő epizódunkban fogunk részletesen beszélni. Az OLT bemutatására az XL OLT 2406-ot fogjuk használni, ami egy kétúl magas, moduláris sasszé. Ez az eszköz számos olyan előnnyel, tulajdonsággal bír, ami kiemeli a konkurencia termékei közül. A sasszé teljesen előről szerelhető, ami megkönnyíti az üzemeltetést. Két darab uplink portokkal kombinált management és négy darab G-Pon kártyát tud fogadni. A tápellátásáról pedig két darab különálló mínusz 48 volt DC tápegység gondoskodik. Fontos kiemelni, hogy mind a management, mind az ügyfél oldali portok, mind a tápegységek működhetnek egymás tartalékjaiként. Ezzel teljes körű redundanciát valósíthatunk meg. Lássuk a modulokat. A rendszer lelke a management modul, amiből kettő darabot szerelhetünk be. A kártyán 6 darab SFP-t és két darab RJ45-ös csatlakozást találunk. Az SFP portok segítségével tudunk a gerinc hálózatokhoz csatlakozni, akár 4x10 gigabiten keresztül, ami elég komoly sávszélesség. Az ügyfél oldali, vagyis a G-Pon kártyák egyenként 4 porttal rendelkeznek, így összesen 16 PON portunk lehet, ami 128-as osztással számolva maximum 2048 ügyfél kiszolgálására teszi alkalmassá az XL 2408-as OLT-jét. Akinek ez nem volna elég, az természetesen választhat nagyobb kapacitású eszközöket is a gyártótól. Az XL rendszer különlegessége, hogy a G-Pon modulok feldolgozó kapacitása más gyártóval szemben teljesen non-blocking, vagyis szűk keresztmetszet nélkül szolgálják ki a 4 G-Pon SFP-t, sőt, ezekből kialakíthatunk redundáns, hibatűrő párokat is. A kártyák mellé gyárilag 20 km-es G-Pon SFP-k járnak, de rendelhetőek 80 km-es hatótávolságúak is, ami nagy előnyt jelent a hálózat tervezésénél, mivel aktív jelerősítők helyett képesek leszünk több távolságban eltérő szegmens kiépíteni. Nem elhanyagolható a maradék két üres hely a házban, ezek közül az egyikbe a szabályozható sebességű ventilátor modul kerül, másikba pedig egy úgynevezett alarm modul, amely különféle ki- és bemenetekkel rendelkezik. Szintén fontos kiemelni, hogy az XL terméke ipari hőtartományban mínusz 40-től plusz 65 fokig üzemeltethető, és szintén nem elterjedt módon rendelkezik webes kezelőfelülettel is. Ez volt a Vlog 19. része. A következő részünkben az XL előfizetői eszközök ismertetésével folytatjuk. Iratkozzatok fel a csatornánkra a friss epizódokért. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!